Sziasztok, kedves nyolcadikosok! Köszöntelek újra a matematika órán. Ma a háromszögek hasonlóságának tételeivel foglalkozunk. Nevem Szarka Zsófia, a Kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola matematika tanára vagyok. Ismételjük át, hogy mit is jelent, ha két háromszög hasonló. Tehát két háromszög akkor hasonló, hogyha az egyik háromszög szögei egybevágók a másik háromszög szögeivel. Itt színekkel jelöltem, tehát az A csúcsnál lévő zöld szög ugyanakkora, mint az A' csúcsnál, a B csúcsnál lévő ugyanakkora, mint a B'nél, és a C csúcsnál lévő, mint a C'nél. A hasonlóságot hullámos vonallal jelöljük, tehát írjuk, hogy az ABC háromszög hasonló az A', B', C' háromszöghöz. A háromszögek hasonlóságának vannak következményei, ami elősegítik a matematika könnyebb bizonyítását, tételek bizonyítását és hasonlók. Két hasonló háromszög kerületeinek aránya megegyezik a hasonlósági tényezővel. Ez azt jelenti, hogyha van két háromszögünk, legyen például ez az ABC és a DEF háromszög, az ABC háromszög oldalai legyenek a kis a, kis b és kis c, valamint a DEF háromszög oldalai DE és F. Ez a két háromszög hasonló. Ha ez a két háromszög hasonló, az első mondat azt mondja, hogy a kerületeinek aránya is megegyezik a hasonlósági tényezővel. Tehát itt a végén azt a kis k-t kell majd megkapnunk, amit a múlt órán említettem. Hogyan számoljuk ki a háromszögek kerületét? A háromszögek kerületét úgy számoljuk ki, hogy oldalaikat összeadjuk. Tehát az ABC háromszögnek a kerülete A plusz B plusz C, a DEF-nek pedig D plusz E plusz F. Mivel ez a két háromszög hasonló, fel tudjuk írni, hogy az A egyenlő K szor D-vel, mivel ők vannak ugyanazon a helyen, B egyenlő K szor E-vel, és C egyenlő K szor F-vel. Ez az a K, ami a háromszögek hasonlósági tényezője. És ezeket behelyettesítjük. Az A helyére írjuk, hogy K szor D, a B helyére írjuk, hogy K szor E, és a C helyére, hogy K szor F. Hát még mindig nem látszódik, hogy hogy fogunk itt K-t kapni. A számlálóban észrevesszük, hogy mindegyik szorzat tartalmazza ezt a hasonlósági tényezőt. Mivel mindegyik tartalmazza, ki tudjuk a k-t emelni a zárójel elé. Felírjuk, hogy k szorozva és zárójelbe ott marad mindegyik szorzatból az, ami nem a k. Tehát itt a d, az e és az f. Észrevesszük, hogy a számlálóban és a nevezőben is ugyanaz az összeg található, a d plusz e plusz f és a d plusz e plusz f. Ez az összeg egy szám, tehát ezt le tudjuk egyszerűsíteni, semmiféleképpen nem lesz nulla, mivel ez egy háromszög. Leegyszerűsítjük, és megkapjuk, hogy ez k-val egyenlő. Tehát két hasonló háromszög kerületeinek aránya megegyezik a hasonlósági tényezővel. Nézzük ezeket a tételeket. A tételek arra szolgálnak, hogy megkönnyítsék számunkra, hogy bebizonyítsuk, hogy két háromszög hasonló-e vagy nem. Az első tétel így hangzik. Ha egy háromszög két belső szöge egybevágó egy másik háromszög két belső szögével, akkor a két háromszög hasonló. Ez azt jelenti, hogy van két háromszögünk, elég, ha tudjuk két szöge mekkora, mind a kettőnek külön-külön kettőt, és hogyha ez a kettő már egyforma, akkor a harmadik is egyforma lesz, azaz a két háromszög hasonló lesz egymással. Tehát, ha az alfa megegyezik az alfa egyel, a béta megegyezik a béta egyel, akkor ez a két háromszög hasonló. Fel is írhatjuk ezt. Ha alfa és alfa egy ugyanaz, béta és béta 1 szintén megegyezik, akkor az ABC háromszög hasonló az A1B1C1 háromszöggel. Ez a háromszögek hasonlóságának első tétele. Például,
Az ábrán látható háromszögek között megkeressük a hasonlókat. Adva van egy derékszögű háromszög, a C csúcsánál van a derékszög, berajzoltuk a magasságát, ami szintén ezt az alapot derékszögben metszi. Az A csúcsnál adva van egy 65 fokos szög, és gammát pedig a C csúcsnál a derékszöget gamma 1 és gamma 2-re osztottuk. Ahhoz, hogy valamit meghatározzunk, hogy melyikek hasonlóak, meg kell határozni még néhány szöget ezen az ábrán. Meg tudjuk-e határozni például, hogy a gamma 1 mekkora? Ha megfigyeljük ezt az ACD háromszöget, ezt a kicsit itt, akkor látjuk, hogy az A csúcsnál 65 fokos szög van megadva, és itt nem ír semmit, de tudjuk, hogy mellette egy derékszög van, akkor ez is derékszög. A derékszöget tudjuk, hogy 90 fokos, és már a múlt órán is említettük, a háromszögek belső szögeinek összege 180 fok, ezért, hogyha a 90-et és a 65-öt összeadjuk, kivonjuk a 180-ból, akkor megkapjuk a gamma 1-et. Így a gamma 1 25 fok. Mennyi lesz a gamma 2? Mivel a gamma 1 és a gamma 2 ezt a derékszöget két szögre osztja, amiből az egyik 25, és ők ketten együtt 90 fokosak, akkor könnyen megkapjuk, hogy a gamma 2 65 fokos. Tehát összegük 90 kell, hogy legyen. Tehát most már tudjuk ezt is, hogy 65 fokos. Mennyi lesz a béta? Ha megnézzük, bétát is könnyű kiszámolni. Vagy az ABC háromszöget nézzük, vagy nézzük ezt a kicsit, mindegy, ugyanazt fogjuk kapni. Ez itt 65 fok lett, ez itt 90 fok, összeadjuk, kivonjuk a 180-ból, és megkapjuk, hogy a béta is 25 fokos. Annyi van hátra, hogy keressünk olyan háromszögeket, amelyeknek a szögeik egyformák. Ilyen például az ADC és a CDB háromszögek. Az ADC-nél az egyik szög 65, másik 90, és van egy 25 fokos. A CDB-nél szintén 65, 90, 25. Tehát mind a három szögeik megegyezőek. Ugyanígy az ADC háromszög és az ACB háromszög. Tehát ez a kicsi háromszög és ez a nagy háromszög, amiben ez megtalálható. Valamint a CDB háromszög és az ACB háromszög is hasonló. Az első tételnek is vannak következményei. Az egyik ilyen következménye az, hogy két hasonló háromszög megfelelő magasságainak aránya egyenlő a háromszögek hasonlósági tényezőjével. Ez azt jelenti, hogy van két háromszögünk, berajzoljuk a megfelelő magasságot, az azt jelenti, hogy ha itt az alfa és a béta található, itt az alfa 1 és a béta 1, akkor erre az oldalra szerkesztjük a magasságot mind a két háromszög esetében. Magasságot jelöljük H-val, a másiknál pedig H1-jel, és fel tudjuk írni, hogy a H úgy aránylik a H1-hez, mint az AB az A1B1-hez, és ez egyenlő lesz K-val. És ehhez kapcsolódóan van még egy következménye, az pedig az, hogy a háromszögek területeinek hányadosa egyenlő a hasonlósági tényezőnek a négyzetével. Nézzük. Tehát területeik úgy aránylanak egymáshoz, hogyan számoljuk ki a háromszög területét. Alap szor magasság törve kettővel. Ebben az esetben az alapot AB szakasznak írtam, és a törve kettővel azt elé írtam, mint tört szám, hogy lássuk, hogy ezt tudjuk egyszerűsíteni. És marad az, hogy AB szorozva H-val, törve A1B1 szorozva H1-jel. Ha külön vesszük ezt a törtet, akkor észrevesszük, hogy az AB az A1B1-hez úgy aránylik, mint a H1-hez, és mind a kettő K. Tehát helyette lehet írni azt, hogy K és K. Itt fent írja is. És K szor K pedig K a négyzeten. Második tétel. Ha egy háromszög két oldala arányos egy másik háromszög két oldalával,
és az ezek által meghatározott szögeik egyenlők, akkor a két háromszög hasonló. Tehát adva van megint két háromszögünk, ABC és az A1B1C1 szögeik, és tudjuk, hogyha az AB úgy aránylik az A1B1-hez, mint ahogyan az AC az A1C1-hez, tehát ezt az oldalt is ezt néztük, és a közöttük lévő szög alfa megegyezik itt is a közöttük lévő szöggel az alfa egyel, akkor ez a két háromszög hasonló. A második tételnek is van egy következménye, a következmény pedig az, hogy a megfelelő súlyvonalak aránya egyenlő a hasonlósági tényezővel. A háromszögek hasonlóságának harmadik tétele, ha egy háromszög mindhárom oldala arányos egy másik háromszög oldalaival, akkor a két háromszög hasonló. Tehát adva van két háromszög, mindhárom oldalára fel tudjuk írni az arányosságot, tehát AB úgy aránylik az A1B1-hez, mint ahogyan az AC az A1C1-hez, mint ahogy a BC a B1C1-hez, akkor ez a két háromszög hasonló. Tehát, hogyha mind a három oldala arányos egymással, akkor is létezik a hasonlóság közöttük. És a negyedik tétel pedig, ha egy háromszög két oldala arányos egy másik háromszög két oldalával, és ha a nagyobb oldalakkal szemben lévő belső szögeik egyenlők, akkor a két háromszög hasonló. Tehát adva van megint a két háromszög, ABC és A1B1C1. Két oldalára fel tudjuk írni az arányosságot. AB úgy aránylik az A1B1-hez, mint ahogyan az AC az A1C1-hez, és a szemben lévő nagyobb szög, tehát a gamma és a gamma 1 megegyezik, akkor ez a két háromszög hasonló. Házi feladatot is készítettem, már egy kis ismétlést. Válaszoljatok a kérdésekre a füzetben. Első kérdés, mikor hasonló két háromszög? Második kérdés, írd fel a háromszögek hasonlóságának első tételét, második tételét, negyedik kérdésben a harmadik tételét, és az ötödik kérdésben pedig a negyedik tételét. Köszönöm a figyelmeteket, ennyi volt mára, találkozunk következő órán.